Üdvözlöm a Weekend nézőit, ha ma velünk tartanak, láthatnak állatbarát Valentin napot, stand-up estet és jó néhány programajánlót is. Előtte azonban Isten éltesse sokáig a nyíregyházi Pakett közösséget, akik első születésnapjukra készülnek. Sziasztok lányok! Magyar Bogi és Nagy Fruzsi a vendégeink, nem jöttetek üres kézzel, hát nyilván a név kötelez, hoztatok egy pár könyvet is. Na, egy picit számoljatok be erről az elmúlt egy esztendőről, hogyan zajlott. Hát hál' Istennek igen tartalmas évet tudhatunk magunk mögött. Nyilvánvalóan minden hónapban megrendezésre került a szokásos rendszeres találkozónk, emellett pedig igyekeztünk folyamatosan fejlődni és a közösség igényeinek is megfelelni, és természetesen törekedtünk arra, hogy minél változatosabb programjaink legyenek, így több alkalommal is szerveztünk rendhagyó találkozókat. Ilyen volt például első alkalommal, azt hiszem az volt az első rendhagyó alkalmunk, amikor kitelepültünk a Bújtosító partjára, és egy nyári hónapban, talán júliusban volt, igen. Került sor erre a piknikre, ahova kitelepültünk kis pókrócokkal, meg mindenki a saját kis finomságaival, meg persze a könyveinkkel, és egy nagyon jót beszélgettünk. Ez volt talán az első alkalom, ahol igazán sokan jelentek meg. Aztán a következő rendhagyó alkalmunk októberben volt, amikor egy, hát egy régi álmunkat váltottuk valóra, és egy pizsibulit szerveztünk a könyvtárba. Ez hogy nézett ki? Ez nagyon izgalmasan hangzik. Gondolom, hogy este volt a buli, ugye? Nyilvánvalóan, igen. A zárás után. Bár nappal is jó pizsamába lenni. Igen, eleve nagy élményt jelentett ez nekünk is, mint könyvbarátoknak, hogy ugye mi megérkeztünk zárás előtt, uh-huh. és láttuk kiürülni a könyvtárat, és tudtuk, hogy mi aznap este azt be fogjuk lakni. És az meddig, első meddig lehettetek benn? Hát, másnap reggel gyakorlatilag nyitásig. Igen. Ott tényleg pizsamában voltatok? Igen, és tényleg hálózsákokon és a babzsákokon aludtunk, és nagyon-nagyon szuper élmény volt. Ott is programokat szerveztünk, kézműveskedtünk, ismerkedtünk. És meddig bírtátok egyébként ébren a bulit? Éjfél. Hát ez változó volt. Ilyen hajnali kettőig, de nyilvánvalóan mi nem aludtunk sokat, hiszen figyeltünk a többiekre is. És olvastatok is? Vagy inkább csak ez egy közösségi buli volt? Hát, igazából a felhívásunkban benne volt, hogy mindenki hozzon némi olvasnivalót magával. De azért volt pár ezer annyira sűrű, annyira sűrű volt a program, hogy erre nem igazán került sor emlékeim szerint. Ez nagyon jó egyébként, tényleg könyv molyokod, zizegnek éjszaka a könyvtárba. Bár lehet, hogy ezt így pejoratívnak gondoljátok, de hát azért benne van, hogy faljátok a könyveket, legyenek azok ilyen aprók. Tehát gondolom a nagyobb bacskákat is, amikor ugye még egy kósza gondolat volt, hogy létrejöjjetek, akkor reménykedtetek abban, hogy ilyen népszerűek lesztek? Hát valahol nyilvánvalóan ez volt a cél, és úgy gondolom, hogy egy év alatt szép kis utat jártunk be, és most, hogy már van saját automatánk is, ugye Zsiga, aki ott áll már, hál' Istennek, a megyei és városi könyvtár előtt, így még inkább abban bízunk, hogy a következő, tehát az ezután következő havi programjaink, illetve az ilyen rendhagyó találkozók egyre több embert fognak bevonzani. Igen, ez se véletlen, hogy novemberben kaptuk meg Zsigát, mert ez a szülinapi októberben nem szülinap volt, ez egy ilyen Halloween-i buli volt, ilyen annyira híre ment az országban, és eljutott Pestig a híre, hogy ámultak, bámultak, hogy Nyíregyházán a Pocket közösségnek bulia van, ottavos bulia, és még nincs is automatájuk. Segítsünk nekik, és valahogy most, így kaptatok. Így hány könyv van most ebben az automatában? Vagy ez mennyire frissül, bővül? Hát általában heti egyszer azért szokták tölteni, nyilván a forgalomtól függ. És az, hogy mennyi kötet fér el egyszerre Zsigában, igazából még a legeslegelső töltés alkalmával próbáltunk utána kérdezni, és ilyen több százas nagyságrendről beszélünk. Hogyan tudjátok megszólítani a fiatalokat, vagy esetleg még inkább népszerűsíteni a közösséget? Most, hogy elérkezett az első születésnapja a Nyíregyházi Pocket közösségnek, így igazából nem csak a fiatalokat, hanem mindenkit, akinek alkotáshoz van kedve, megszólítottunk egy 100 szóban Szabolcs című pályázattal, ami a 100 szóban Budapest tematikájára épül. Uh-huh. Tehát mindenki, akinek kedve, affinitása van, 100 szóban írhat nekünk
bármit, egy benyomást, egy kis élményt Szabolcs megyéhez vagy Nyíregyházához kötődően, és ugyanerre a pályázatra illusztrációkat is várunk, szintén Nyíregyháza vagy Szabolcs megyéhez kötődően. Úgyhogy most ez a pályázat fut jelenleg, a pályázat folyamatos, és a te e-mail címedre érkezik. Hová kell küldeni a pályázati anyagokat? A Facebook csoportunkban, ami szintén egyre bővelkedik tagokban, az Instagram oldalunk mellett, ott több posztot is közzétettünk már, ahol az én e-mail címemet adtuk meg egyelőre. A jövőben egyébként szeretnénk egy központosított e-mail címre várni a hasonlókat. Szóval igen, jelenleg ez a pályázatunk a legnagyobb projekt, ami az átlagos programjaink mellett fut. Viszont azt látom, hogy február 29-én is lesz egy különleges programotok. Mindenki a kedvenc könyv szereplőjének a bőrébe bújhat? Ezt hogy kell elképzelni? Nos, hát igen, ez a február 29-i alkalom, ez maga a születésnapi bulink lesz, ami szintén az októberi nagy sikerre való tekintettel újból pizsi bulit szervezünk a könyvtárba, és ha már farsang időszak van, akkor úgy gondoltuk, hogy miért ne köthetnénk össze vele, és ha már olvasók vagyunk mindannyian, akkor biztosak vagyunk benne, hogy mindenkinek van egy kedvenc könyvkarakter, akinek szívesen a bőrébe bújna. Úgyhogy ezt határoztuk meg, kvázi ilyen dress code-ként. Igen, különleges dátumon, hiszen február 29-éről márciusra virradóan. Igen. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit erre a rendhagyó pizsi bulira. És erre kell regisztrálni? Vagy csak egyszerűen oda mennek pizsamába és bár ilyen egyszerű lenne, igen, kell regisztrálni, ez viszont az én e-mail címemre fogjuk várni a regisztrációkat. Egyébként szép számmal érkeznek is be, és érdemes nagyon hamar, mert limitált nagyon most. Tényleg hányan fértek el egy ilyen partin? Nagyjából most jelenleg 40 főben határoztuk meg a létszámot, hiszen nyilván a könyvtárnak is van egy adott befogadó képessége, illetve lesznek különböző programjaink, meglepetéseink, amire szintén ennél több vendéget nem tudunk várni. Hát aki lemarad, az legfeljebb szerintem követheti ugye valamelyik közösségi oldalon, vagy láthatja a fotókat, és akkor jövőre már idejében regisztráljon. Hát akkor sok boldog születésnapot kívánok nektek, és ez az éjszakai pizsi parti, ez nagyon izgalmas. Még egy bankba lehetne szerintem ilyen izgalmas, nem? Ilyen aranyrudak között, de könyvbarátoknak biztos, hogy ez is brilliáns hely, úgyhogy jó mulatást mindenkinek. Köszönjük nagyon szépen. Nagyon szépen köszönjük. Kedves nézők, a 40 éves kor fölötti érettségről és a pozitív változásokról szólt Dombóvári István önálló estje Újfehértón. A több mint 20 állomásos turnéjának házigazdája, kollégája és barátja Belus István. A Kettős kereszt vagy Amit akartok című 2 órás stand-up esten stábunk is ott járt. Kihozzák az ételt, és nem úgy van, mint az én gyerekkoromban, hogy ugye imádkoztunk, megköszöntük a jó Istennek. Nem, öcsém, mindenki veszi a telefont, állítgatja, fényképezi, azt se gondolja, de legyen egy jó kép róla, mert az a legfontosabb. Kettős kereszt vagy, amit akartok, ez a műsorodnak a címe. Gondolom, vagy hát nagyon remélem, hogy Shakespeare komédiája azért nagyon sok mindenkinek eszébe jut. Van kapcsolat a kettő között? Csak a cím és a szójáték kapcsolatát illetően nem hiszem, hogy olyan nagyon sokan gondolkodnának Shakespeare-en, tehát amikor eljön valaki egy Dombóvári estre, akkor ez nem a Shakespeare-nek a címére hasonlít? Igazából te vagy az első, aki megkérdezi. Nyilvánvalóan a vízkeresztre utal, erre a magára, ugye az ő művére, a vízkereszt, vagy amit akartok, de ezt a szót kicseréltem ügyesen a mai kor vívmányának, az Instagram világ egyik legfontosabb alappillérének, a kettős keresztnek, ami egyébként nem egy új találmány, már a nyomógombos telefonokon is ott volt, csak akkor még egyszer nem így hívtuk. Akkor ez az előadásod tulajdonképpen melyik generációnak szól? Az összesnek, egyértelműen. Aki tudja Shakespeare-t, és aki használt már kettős keresztet. Ezzel gyakorlatilag teljes Magyarországot lefettük, vagy a világot is. Mindenkinek szól. A cím az csak egy irány, nem azt jelenti, hogy arról szól valami, az csak egy megszólítás, mint egy köszönés. Kivéve a Szia Uram, mert attól megőrülök. Dombóvári Istvánnal vagy most egy nagy közös turnén. Milyen vele együtt dolgozni? Hát jó, végül is már évek óta együtt dolgozunk, aztán megszoktuk már szerintem egymás hülyeségét, aztán is tudjuk viselni egymást, ami nem egy hátrány, mikor tényleg összezárva vagy napokig egy másik emberrel. Úgyhogy jó. Inspirál ő téged, vagy mit tesz hozzá ő a te munkásságodhoz? Tesz hozzá egyáltalán valamit? Hát szerintem egymást azért próbáljuk inspirálni, és remélem, hogy én is teszek az ő munkásságához, meg ő is az enyémhez. De ez jó, mert egyébként tényleg nagyon sok ötletünk így útközben jut eszünkbe, amikor ugye összezárva utazunk A-ból a B-be, és hát
végülis tudjuk egymást spanolni, meg tényleg így jönnek a jó ötletek, hogy valamit kitalál ő, arra én mondok valamit, aztán ő is, és pont most volt egy ilyen beszélgetésünk, egy étteremben kajáltunk, és valami egész fura dolog lett a vége, ott elkezdtünk improvizálni, úgyhogy jó ez egyébként, ja, működik. Ugye Belus Istvánnal fogtok majd most együtt színpadon állni. Tőle is megkérdeztem, hogy mire emlékszik vissza az első pillanat, milyen volt, amikor ti személyesen találkoztatok? Hát ő egy virággal érkezett, nagy csodálom volt már akkor is, közel engedtem magamhoz, most már elmondhatom. Nem. Elmesélted, hogy találkoztunk? Éppen madarat imitál egy projektor előtt, tehát egy komoly felnőtt ember. De kajakra az utit? Szerintem olyan, mi van most, 20, az olyan 2009 lehetett, de lehet, nem tudom. Az a lényeg, hogy volt egy ilyen tehetségkutató valami az ATV-n, ami szeretnénk, ha eltűnne a világhálóról az a felvétel, de megvan még. És tulajdonképpen mi először a Budapesten, a Moulin Rouge-ba találkoztunk először, ott volt a felvétel ennek a műsornak, és hát akkor találkoztunk mi először, és soha nem felejtjük el, mert általában Moulin Rouge-ba az emberek ugye csinos hölgyeket látnak, mi meg láthattuk átöltözni Nádas Györgyet a alsógatyába. Tehát van egy ilyen közös élvényünk, meg találtunk egy boxer magazint, amit nem tudjuk, hogy kié volt. Egy Showday Club előtt egy humorfesztiválon találkoztunk, ahol arra számítottunk, hogy fel fognak minket fedezni, és előbbre jutunk vele. Engem az a műsor úgy vetett vissza 2 évet a karrieremben, hogy még csak 1 éve csináltam. És úgy találkoztunk először ezzel a kedves fiatalemberrel, hogy ültünk egy váróba, és ott volt az asztal közepén egy direkt melegeknek szánt magazin. És egyikünk sem merte megkérdezni, hogy valószínűleg az a másikunké. Tehát mi ezt a titkot hordoztuk magunkba, és egyikünké sem volt. Évekkel később jelentkezett az igazi tulajdonos. Jó arc, bírom. Ha haverok lettünk, egyik legjobb barátom, és nagyon nem mindegy, hogy kivel járok turnézni, ki építi fel az estemet, és én ragaszkodom hozzá. Tehát ez már a harmadik közös estünk. És úgy gondoltátok, hogy ezek a jelek arra, hogy nektek együtt kell dolgozni? Ja, nem, még akkor nem. Tehát akkor még csak, vetélytársak voltunk, mert ugye ő is indult ezen a versenyen, én is indultam, és akkor még nem volt ilyen, hogy együtt dolgozunk, de aztán hála Istennek így alakult, hogy igen. Hogyha jól tudom, akkor Fábri Sándornak a motivációjára vagy az ötletére jelentkeztél te a Duma Színházhoz. Én Fábri Sándor rajongóként kezdtem, és sokat segített az, hogy ő volt, meg hogy van. Tehát, hogy amilyen, ahogy ő jelentkezett a tévében, ahogy ő felépítette magát, az nekem nagyon nagy inspiráció volt. De az azért nem igaz, hogy a tanácsára vagy a motivációjára jelentkeztem. Inkább mondjuk úgy, hogy ő egy olyan figura volt, aki teret adott, és engedte a többieket maga mellett dolgozni, és hidd el, hogy ez egy óriási szó. A tévé, a rádió és a színház belterjes világában az egy óriási dolog, hogy valaki nem gördít eléd akadályokat, hanem segít. És a Sanyi ilyen volt, mai napig is ilyen, ő a Rádiókabarét, ő gyártja, és mai napig is megy a műsora a köztévén, ahova szerintem mi nem is mehetünk. Kollégáid közül ki az, akitől a legtöbb inspirációt tudod meríteni egy-egy előadáshoz? Nem kollégákból merítem az inspirációt, nem, ez így nem is állna össze, teljesen különböző emberek vagyunk. A világból, összesen az egész életből merítem az inspirációt, mindig, mindenhonnan. Van pár, néhány barátom a társulatból, de hát ők civil barátok, úgymond. Tehát amikor civilkedünk, amikor dumálunk, meg találkozunk, akkor nem műsorkészítés zajlik. Szóval a korrekt válasz a kérdésedre az, hogy mindenkiből egy kicsit, és senkiből sem ennyit. Azóta azért nagyon sokat fejlődtetek mind a ketten. Szerinted most melyikőtök a jobb humorista? Szerintem én. De hát ezt nem lehet így összehasonlítani. Mindenkinek van egy, remélhetőleg van egy szavazóbázis, aki kedveli őt. Tehát bízom benne, hogy mindegyikünknek van egy olyan csoport, aki őt kedveli, és akkor nem feltétlenül van itt átfedés, tehát épp azt beszéltük az előbbként az öltözőben, mondom, lehet, hogy olyan van, aki engem szeret, és őt nem, és fordítva is, tehát ilyen szempontból már nem hiszem, hogy versenyeznénk ezen, hogy ki a jobb. Nincs olyan, hogy jobb humorista, nincs olyan, hogy jó. Olyan van, hogy sokféle ember van, sokfajta humor, és mindenki megtalálja a neki való irányt. Én láttam már ilyen számháborúkat, hogy valaki a nézőszámával vagánykodik, valaki a lájkjaival, ez abszolút nem így van. Meg lehet tölteni élettel egy kicsi termet is, és el lehet vérezni egy hatalmas nagy csarnokban is. És ugyanez fordítva. Nincs ilyen, hogy jó. Az a jobb humorista, aki aznap este jobban megnevettette a közönséget. Ránkeresett magamra, fölugrott a találat. Sibrüm!
Lombavár Istvánnak mi az igazi neve? Ennyire uncsinak gondoltok, hogy még ez is kitalált. És ne menjünk el zárszóként amellett, hogy ma Valentin nap van. Neked mi a véleményed erről az ünnepről? Eltűröm. Igazából ez valami ilyen, én ilyen netes szokásnak látom. Mondjuk én a karácsonytól se vagyok azért teljesen így eldurranva. Figyelj, a fiatalok szeretik, a párok tartják, én ráhümmögök valami kedveset. Én rendeltem egy valentinnapi tortát, odaadtam a pénzt a páromnak, menjen, vegye át. Ez történt ma, és majd este megesszük, ha hagy belőle. De nem lesz szercsi-lavcsi, meg virágcsokorba forgatás, és főleg nem fogjuk az egészet teleszórni a közösségi médiát. Annak ellenére, hogy mondjuk este összeveszünk, de azért reggel azzal indítunk, hogy megnézzük, hány like jött rá, és hányan irigykednek. Nem szeretem az álságos dolgokat. Tényleg, az meg annyira ócska lenne, hogy az év 365 napján szeressük egymást. Nem, ünnepelje, aki csak akarja, nyugodtan. Tényleg, szeressétek egymást, gyerekek. De mondjuk valaminek meg lennie kell, igaz? Hát valaminek lennie kell, mert ha nem lenne valami, akkor nem lenne semmi. Ez de szép gondolat, igaz? Ugye? Aki élőben is szeretné látni és hallani Dombóvári István estjét, annak például június 19-én lesz rá lehetősége a Tokaji Fesztivál Katlanban. A további programokat azonban már Fintor Gábor fogja elmondani. Szia Gábor, jó estét! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Hát lassan itt a tavasz, nem tudom, hogy hogyan telt a téli időszak, mire készülődtetek? Nagyon sok munkával telt, hisz előkészítettük a következő szezont, amely május 31-től augusztus 30-áig tart majd. Tulajdonképpen már 90-95%-os a programunk. A másik része a munkának pedig hát változásokkal telt, ugyanis Tokaj város kultúrájának egy újabb szegmenséhez csatlakoztam. A Kulturális és Konferencia Központ Németi Ferencvárosi Könyvtárnak lettem az igazgatója, ennek apropóján pedig most már ugye a Katlan, illetőleg a város kulturális élete összekapcsolódik, összefonódik. Hát ez egy igazi kihívás számomra, számunkra, de úgy látjuk, hogy a képviselőtestület is nagyon nyitott az együttműködésre, illetőleg egy olyan csapat jött létre, akik tenni akarnak Tokaj város kultúrájáért, szóval izgatottan várjuk a folytatást. Hát ez tényleg nagyon sok sikert és jó egészséget kívánok, Gábor, de a kérdésem az lett volna, hogy valószínűleg van egy jó kis csapat, akivel együtt tudsz dolgozni, mert hát azért ez még inkább megnehezíti ugye a mindennapokat, nagyon sokrétű és sokféle dolgod lehet, akkor ezek szerint mindenki toppon van és tudja. Rendkívül fontos egy megfelelő csapat kialakítása. Azt gondolom adott is volt egyébként, illetve azokkal, akikkel nem ismertük egymást, tulajdonképpen összecsiszolódtunk az elmúlt egy-két hónapban. Kialakítottuk azokat az irányokat, azokat a célokat, megfogalmaztuk, amelyeket szeretnénk elérni. Ugye hát a Fesztivál Katlan sem egyik napról a másikra lett sikeres. 5 év kemény munkája kellett ahhoz, hogy tulajdonképpen tavaly már minden nagy színpadi előadásunk teltházas legyen, így Tokaj kultúráját is, elsősorban a két nagy fesztivált, a Tokaji Bornapokat, amely június 6-án és 7-én lesz, illetve a Tokaji Szüreti Napokat, amely október 2-ától tart majd 4-ig. Hát megreformáljuk egy kicsit, természetesen a hagyományokat megtartjuk, ugyanakkor új elemekkel is bővítsük a programokat, és azt gondolom, hogy néhány éven belül igyekszünk majd egy igazán komoly borfesztivált létrehozni Tokajban, Tokaj hegyalján, úgyhogy ezek az alapvető célok. Hát viszont ugye már annyira szépen felfutott a Fesztivál Katlan, hogy talán ehhez már nem kell 5 esztendő. Ez gyorsabban menni fog, és hát ez alatt az 5 év alatt rettentően sok mindent tanultatok a szakmáról, és hát hála ennek ugye már nem csak Szabolcs-Szatmár vagy a közeli régióban, hanem az egész országban a Tokaji Fesztivál Katlan mond valamit a nézőknek. Na, kicsit koncentráljunk akkor erre az esztendőre, reméljük, hogy hasonló módon telt ház lesz, és egy tűt se lehet majd elejteni a nézőtéren, és ott fergeteges lesz a hangulat.
Például mondjuk a jazz meg az koncerten, ami biztos nagy durranás lesz. Pontosan, ugye 20 év után térnek vissza, igazából január 17-én az arénában adtak egy teltházas koncertet, és utána jelentették be, hogy nyáron két alkalommal lesznek még, az egyik helyszín természetesen Tokaj lesz, úgyhogy július 18-án a jazz meg az lesz látható és hallható, de ezen kívül is lesznek még koncertek, illetőleg kiváló színházi előadások, úgy mint például a Menopauza, vagy az Őrült nők ketrece, a Pál utcai fiúk, szóval lesz miből csemegézni. Már folyamatosan töltjük fel a programjainkat a fesztiválkatlan.hu oldalra, a jegyértékesítés is elkezdődött, szóval lehet nézelődni. Egy különleges programot azért még elárulok, ez nem más lesz, mint augusztus 30-án Varnus Szavér koncertje a Volt zsinagógában. Ez is egészen különleges, ugye ő Amerikában él jelenleg, majd Budapesten szeptemberben fog a MIPA-ban egy koncertet adni, de előtte én úgy tudom, hogy máshol nem nagyon, úgyhogy ez is egyfajta kuriózum és exkluzivitás, hogy bizony Varnus Szavér Tokajba fog látogatni. És egyébként meg zseniálisan beszél, mondjuk Szavér, és egy nagyon különleges személyiség. Nem tudom, hogy ezen a koncertjén beszélni is fog, vagy csak zenélni? Mind a kettőt természetesen, úgyhogy egyfajta interaktív koncert lesz. Te személyesen melyik koncertre vagy előadásra vágyódsz a legjobban? Tudom, hogy az embernek minden gyereke nagyon kedves, és valószínűleg valamennyi programmal így vagy, de mégis mi áll a szívedhez a legközelebb, a zene vagy a színház? Nagyon érdekes, mert például a tavalyi évben, amikor nagyon sok nagy színpadi előadásunk volt, 2500 férőhelyjel teltházas, nekem mégis valahogy például Szulák Andrea kis teátrumi koncertje érintett meg a legjobban, és akkor viccelődtünk vele, hogy majd jövőre újra találkozunk, és talán a nagy színpadon, amely létre is fog jönni, hiszen a Menopauza egyik főszereplőjét ő játsza, alakítja, amely majd június 13-án lesz. Úgyhogy számomra a kisebb programok is, az ilyen beszélgetős estek, illetve a kisebb klubkoncertek is, és színházi előadások is ugyanúgy meg tudnak érinteni, mint a nagy, szenzációs külföldi produkciók. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van miből válogatni, és igyekszünk minden korosztály igényét kielégíteni. És egyébként el tudsz lazulni egy-egy ilyen előadáson, vagy azért jár a szemed, hogy minden rendben van-e, minden flottul halad-e? Alapvetően azokat a produkciókat, amik jönnek hozzánk, megpróbálom azért előtte feltérképezni. Ilyen lesz például a Tesla musical is, amely február 28-án lesz a Rom Colosseumban, ott leszek a bemutatón, nálunk majd augusztus 1-én jönnek, úgyhogy ott megtekintem, de nyilván aznap ott nekem nagyon sok teendőm van ilyenkor, és hát nagyon sok mindenre kell figyelni, úgyhogy nem nézőként élvezem az előadást. Hát házigazdaként. Köszönjük szépen, Gábor, és köszönöm szépen. Nagyon szép évadot kívánunk erre az esztendőre is. Kedves nézők, a Magyar Államkincstár nagy hangsúlyt fektet a pénzügyi tudatosság fejlesztésére. A Játék Kincstár című középiskolásoknak szóló verseny megyei fordulóján jártunk. Kirakózni nem csak a legkisebbek szeretnek. Ezek a középiskolások is örömmel illeszgették egymáshoz a puzzle darabjait a megyeháza dísztermében. A Játékkincstár elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásra épülő verseny második fordulójában képviselték iskolájukat, összesen 5 intézményt a megyéből. Ezelőbb az első körben az idén megújult online játékban kellett próbára tenni tudásukat. Többfajta feladatot is kellett megoldani ugye telefonon ezen a mobil applikáción keresztül. Ilyenek voltak, hogy kirakós, vagy fel kellett ismerni különböző régi címleteket, érméket, vagy az állampapír típusokhoz voltak különböző igaz-hamis kérdések, illetve hasonlók. Viszonylag kevés felkészüléssel is el lehetett jutni erre a versenyre, ugye mivel ez mindenkinek gyakorlatilag nyitva volt ez a játék lehetőség, így bárki indulhatott, és a mi korosztályunkból hiába viszonylag kevesen vannak tisztában, azért is vagyunk itt, hogy egy kicsit ezt népszerűsítjük, illetve terjesszük ezeket az ismereteket. Hogy gondolod, az iskolában mennyire
ismertetik meg mostanában a legfontosabb pénzügyi fogalmakkal a tanulókat, mennyire lenne szükség, hogy akár olyan alapfogalmakat, mint a megtakarítás, kamat, hitel megtanítsák már a középiskolás korban? Szerintem ez nagyon fontos lenne a korosztályunkra nézve, hiszen belőlünk lesznek majd az érett felnőttek, és több ilyen programra is szükség lenne, ahol ilyen jellegű ismereteket terjesztenek. A Magyar Államkincstár applikációjának és a versenynek is a célja pénzügyi alapfogalmak játékos formában való megismertetése a fiatalokkal. Nem nagy lexikális tudás, inkább csak a legfontosabb fogalmak átadása nekik. Emellett, mint a szervezet pénzforgalmi elnök helyettese fogalmazott, egy önző céljuk is van vele. A kincstár állampapír forgalmazását szeretnék népszerűsíteni, másrészt pedig magát a kincstárt, amelyik, mint az állam alapvető kifizető intézménye, lényegében minden állampolgárral kapcsolatba kerül a csecsemőkortól az életünk végéig, hiszen az életkezdési támogatást is a kincstár folyosítja, és a nyugdíjat is a kincstár folyosítja, és ami közben van, családtámogatás, stb., az is mind a kincstár munkája, hogy ez odaérjen az ügyfelek, az állampolgárok felé. Az első részen, az, amit az államnak fizetünk el, igen, és ezt nyilatkozatként továbbítani kell a napot. Igen. Az activity jellegű játékokban körülírniuk és elmutogatniuk kellett a fiataloknak egy-egy pénzügyi fogalmat, mint például az adóbevallás vagy a felhalmozott kamat. Voltak emellett memória és igaz-hamis feladatok is. Nem csoda, hogy jó hangulatban sok nevetéssel teltek a vetélkedő percei. A megyei fordulók lebonyolítása júniusig tart, országos döntő megrendezése egyelőre nem szerepel az államkincstár tervei között. Kedves nézőink, a víkend második részét állati Valentin nappal, gyalogtúrával, hegymászással és koncertajánlóval folytatjuk. Érdemes lesz velünk maradni.